Három hónappal ezelőtt készítette a büntetés végrehajtás ezeket a felvételeket Csenger szomszédságában. Ezeken is jól látható, milyen hatalmas területen épül Magyarország legnagyobb börtöne. Az új intézet ráadásul nem csak nagy lesz, hanem ultramodern is, mondta a Bicó László dandártábornok, a beruházás szakmai vezetője 35 perc című műsorunkban. 1500 fogva tartott befogadó képességével fog bírni, ez lesz az ország legnagyobb büntetés intézete. 663 fő lesz a személyállomány, aki végrehajtja az ott tartózkodó fogvatartottakkal kapcsolatos büntetés feladatokat. Három épület együttes tartozik a fogvatartottak elhelyezéséhez, a három épületben 500-500 fő kerül elhelyezésre. Ezek földszint első, második és harmadik emeletet jelentenek. Lesz még a területen 2000 négyzetméteres munkacsarnok. Ezekben az épületekben alakítják ki a fogvatartottak foglalkoztatását. Az érvényes jogszabály szerint Magyarországon minden fogvatartottnak dolgoznia kell, de Csengerben a tanulási lehetőséget is biztosítják annak érdekében, hogy a szabadulás után segítsék a visszaintegrálódást. Természetesen van, aki dolgozik, de van, aki tanul, sőt, van olyan is, aki dolgozik is és tanul is, ez itt Csengerben is biztosított lesz. Ugye külön tantermek épülnek oktatási részleggel, és mint említettem a 2000 négyzetméteres csarnokba mindenképpen munkát viszünk a fogvatartottaknak, és a környező települések vállalkozóit is várjuk azokra. Csarnokokban lévő munkaterületekre, amire fogvatartottak által elvégzett akár bérmunkát tudnak végeztetni. Ahhoz, hogy a beruházás megvalósulhasson, és hogy az érintett terület alkalmas legyen az építkezésre, Csenger önkormányzatának biztosítania kellett a szükséges infrastruktúrát. Ehhez a határmenti város vezetése 650 millió forintos vissza visszanemtérítendő kormányzati támogatást kapott. A pályázatban kiírás volt az, hogy infrastruktúrával kell rendelkeznünk. Ehhez mi felajánlottuk az 5,5 hektár területet, és hozzá teljes közülvet kellett kiépítsünk, tehát ehhez meg kellett építeni egy 6 méter széles utat, hozzá megépítettük a járdát, hozzá megépítettük a vizet, a gázt, a villentet, teljes nyomvonalas vezetékeket kellett kiépíteni, és ezután, mikor ezek megvoltak, ekkor érhetett el maga az építkezésnek a fázisa is. A büntetés végrehajtási intézet állás helyeire már javában toboroznak. Különböző munkakörökre várják a 18 éven felüliek jelentkezését. A fiatalok pályakezdőként az adómentességgel együtt 400 ezer forint feletti havi nettó bérezésben részesülhetnek. Forján Zsolt azt mondta, szélesíteniük kellett a lakhatási lehetőségeket. Csenger eddigi 5000-es lakossága ugyanis várhatóan rövid időn belül 7000 körülire emelkedik. Fel kellett készülünk arra, hogy rengeteg csengeri, akinek el kellett hagyni a város, mert a nagyvárosokban kapott munkahelyet Budapesten vagy Dunántúlon, ők most haza jönnek, hm. nagyon sokan haza jelentkeztek és veszik a lakásokat, újítják fel, és vannak olyanok, akik pedig új lakást szeretnének vásárolni. Ezért a büntetésvégrehajtás intézettel összefogva két lakópark fog épülni most Csengerbe, egy lakóparkot a BV épít, egy 50 férőhelyest, és a másik lakóparkra pedig mi az önkormányzat adjuk oda a területet, és ott fogunk olyan lakásokat építeni, amit meg lehet vásárolni. Természetesen az állami támogatásokat igénybe tudják venni azon fiatalok, akik még ezt nem aknázták ki, és emellett pedig a BV is, úgy tudtuk meg Országos parancsnok úrtól, hogy ő is fog visszatérni kamatmentes támogatást adni azon fiataloknak, akik csengerbe jönnek. A csengeri börtön építése a tervek szerint 2024 őszére készülhet el teljes egészében.